Sziasztok! Jó bevásároltam ma, de ezeknek nem lesz mind nektek szükségetek, nekem lesz szükségem a bemutatásnál, ugyanis a babakocsik nyáriasításáról lesz most itt szó. Ezt gyorsan felakasztom, ezeket a rézadásgátló betéteket. Ezt arrébb rakom ezt a kosarat, ebből fogok kirámolni. A mai témánk, ugye megismétlem akkor, hogy hogyan nyáriasítsunk egy babakocsit. Általában az a gondolatunk, hogy amikor megvettünk egy babakocsit, ahhoz már nem kell semmi kiegészítőt vásárolni. Alapvetően egyébként ez igaz. És vagy igaz volt az elmúlt évekig, mert igyekeztünk úgy vásárolni, hogy a babakocsinak a húzata télen is jó legyen, a nyáron is jó legyen, át lehessen szellőztetni, de legyen hozzá bundazsák. De manapság ez nem feltétlenül van így, mert vagy ilyen, vagy olyan babakocsit csinálnak a gyártók. Tehát vagy térjesítened kell egy babakocsit, vagy nyáriasítani, hogyha belelépünk ebbe az évszakba. Szerencsés esetben olyan a járgányod, ami azért tudja azt, hogy az árnyékolást mondjuk ilyen fokon véghez tudja vinni, vagy még jobban, még egy cipzárral, és teljesen le lehessen húzni ide, hogy át is szellőzön, de a naptól meg védjen. Tehát ez például egy ideális változat ilyen szempontból. De ha mégsem ilyen a járgány, akkor valószínűleg szükségetek lesz mondjuk napernyőre. Nagyon sokféle napernyőt árulunk itt a Minimonóban. Most én kiválasztottam egy szürke példányt, amit föl fog szerelni erre a babakocsira. Amikor kiválasztotok egy napernyőt, erre a részre érdemes koncentrálni, hogy minél jobban lehessen mozgatni. Tehát minél több irányba mozgatható legyen. Tehát így is, meg így is. És a másik, amire érdemes ügyelni, hogy milyen formájú vázra van, itt a lukat látjátok, milyen formájú vázra lehet felszerelni magát a napernyőt. Mert nagyon-nagyon változatos a babakocsiknak a váz szerkezete. Ezt megpróbálom ide nektek felszerkeszteni. Ez például egy oválvázas babakocsi, szerencsére ez a napernyő is oválvázhoz van ugye, kitalálva. Ugye lehet így is állítani, ilyen irányba is lehet állítani, és ugye a legkülönbözőbb módon lehet hajlítgatni ezt a napernyőt. Ez lehet egy kiegészítő. Itt egy dologra kell nagyon ügyelnetek, hogy ez egy ilyen acél rúd benne itt a rugó alatt, és hogyha mindig ugyanott hajlítjátok el, akkor előfordulhat, hogy néhány használat után, hogy nem egy-kettőről, vagy néhány száz elhajlítás után, ott azon a ponton eltörik. Tehát mindig érdemes egy picit máshol meghajlítani. Ezeket a napernyőket általában ki lehet húzni, így ebből a kis tokból. Ez segíti azt, hogy esetleg össze lehessen csukni a babakocsit úgy is, hogy nem kell mindig le és felszerelni az egész napernyő szerkezetet. Ugye a napsütésre ez egy jó megoldás, vagyis a napsütés ellen, ez egy nagyon jó megoldás, de vannak még egyéb ilyen jellegű kiegészítők, amik erre szolgálnak. Igen, kedvelt az, hogyha különböző textil pelenkákkal letakarjátok így a babakocsit, de ezekhez már lehet kapni direkt így felrakható különböző olyan kis rongyikákat, amik még esetleg UV-védettek, például ő kimondottan erre van kitalálva, ez az elfüggönyözési dolog. Ez abban rejlik az ő nagyszerűsége, hogy tényleg nem ereszti át a fényt. Mert azok a textilpelenkák, amiket ugye jobb hiány használnak az anyukák, azért azok úgy átsejlenek. Például ez is egy nyári felszereltség. És amire kevesen gondoltok, és sajnos a gyártók sem feltétlenül. Mert ugye mindig, amikor megvesztek egy babakocsit, akkor alapvetően
hogy strapabíró legyen a húzata, szépen lehessen letisztítani, meg hát eleve jól nézzen ki a babakocsi, ez az elsődleges. Majd amikor megérkezett az első nyár, az első forró kánikulai nap, akkor észleljük, hogy a baba beleizzad. És egy nagy sófolt keletkezik a babakocsinak a húzatán, vagy pedig tucsakosra izzadt a gyerek, mert még ennyire se képes fölvenni a nedvességet maga a babakocsi. Na, erre találtak ki különböző ilyen izzadásgátló betéteket. Próbálom nektek így megmutatni. Rengeteg fél csodálatos szín van. A játékos színektől kezdve egészen a pasztel színek, igen, kirámolok ebből a kosárból, és akkor megpróbálom megmutatni nektek, hogy itt van ez például, ez a kis csodás kis házikós, ez egy ilyen vastagabb betét, télre is jó, nyára is jó, tényleg ezek nagyon, nagyon klassz, sokkal könnyebb mosni, mint magát a babakocsiról a húzatot leszedegetni, például ez például memóriahabos változat, az örök kedvenc a csillagos. És hogyha az ilyen húzatokat vagy betéteket használjátok, kényelmesebbé lehet vele tenni magát az ülőlapot is a babakocsinak, meg ugye magát a tisztítást is meg tudjátok oldani. Hú, ez például nagy kedvencem nekem. Képzeljétek el, ez úgy működik, ez a betét, hogyha megsüti a nap, akkor színesek lesznek rajta ezek a lajhárok. Itt picit a stúdiólámpáktól már látszik, hogy elszíneződtek, ilyen rózsaszín, meg zöldes színben, de alapvetően, amikor meg sötét van, akkor meg fehér színűek ezek az állatkák. A gyerekek ezt szokták szeretni. Egyébként van ilyen pizsamánk is, meg hálózsákunk, meg ilyenek ugyanezzel az anyaggal, meg pokróc. Italtartó, ugye? Nem csak a gyermeknek a folyadékpótlása, szülőnek a folyadékpótlása is fontos, hogyha babakocsihoz nem adtak ilyen italtartót, akkor tudtok rászerelni külön ilyet. Például, nézzük tovább, mi van még itt a kosaramban. Ah, meg is vagyunk. Van egy nagyon-nagyon hasznos kiegészítő, ez nem más, mint a szúnyogháló. Én nagyon sokan szeretitek altatni a babát a babakocsiban, tehát hogy kiraktátok cseresznyefa alá, vagy erkélyre, vagy bárhova, és akkor jönnek ezek a kis rohadék vérszívók, és össze-vissza csipkedik a kis csodás pofiát a babának. És akkor érdemes venni valamilyen ilyen típusú szúnyoghálót, ha nem adnak a babakocsihoz, vannak ilyen univerzális változatok, amivel nagyon klasszul be lehet teríteni így a babakocsit. Nem voltam most elég ügyes, mert ennek van egy ilyen kis, van egy ilyen gumia, kifordítva tettem el. Erre azért ügyeljetek ti is, hogy jól tegyétek fel, mert ezzel akkor le tudjátok ide szorítani. És akkor vannak ilyen különböző gumik, amivel meg tudjátok oldani, hogy ne menjen be oldalról sem a szúnyog, jó? Tehát ezt nagyon szépen így meg lehet oldani, hogy teljesen fedje a babakocsit. Jó, itt érdemes nézzetek, hogy megfelelő nagyságú szúnyogháló legyen, és megfelelő sűrűsége legyen a magának ennek a rovarhálónak. Hát a babakocsiknak a nyáriasítása, az nagyjából ennyi. Ezeket a kiegészítőket lehet használni, illetve én ezeket a kiegészítőket ajánlom ahhoz, hogy kényelmesebb legyen a séta a parkban, vagy egy jót tudjon aludni a babakocsiban. Hogyha még most álltok mondjuk sportbabakocsi választás előtt, akkor nézzétek meg, hogy mit tartalmaz, tehát melyik babakocsihoz mit adnak, valamelyikhez jár szúnyogháló, valamelyikhez jár esővédőfólia, ugye ez is a tavasznak meg a nyárnak egy nagyon jó kelléke, és
azt is meg érdemes nézni, hogyha nagyon extrém babakocsi vázat választotok, ahhoz például nagyon-nagyon nehéz kiválasztani a megfelelő napernyőt, és lehet, hogy az fog bosszúságot okozni, tehát már a boltba kérdezzétek meg, vagy a neten, hogyha olvassátok, akkor nézzétek meg, hogy alkalmas-e a babakocsi váza például napernyőnek a fogadására. Köszönöm a mai figyelmeteket, és találkozunk legközelebb, remélhetőleg számotokra is hasznosnak tűnő videókkal, ahol igyekszem nektek különböző termékeket szívvel és szakértelemmel újra és újra bemutatni. Köszi a figyelmet, szervusztok!